tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Kovács Bernadettet, a Sejber Sándor általános iskola és gimnázium igazgatónőjét. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Szigeti Jenő tanárurat, állandó szakértőnket. Kedves Bernadett, be tudnád mutatni, hogy ez a zsidó általános iskola és gimnázium miben más, miben eltérő, mint egy másik általános iskola és gimnázium? Milyen specifikus különlegességeket hordoz a génjeiben ez az iskola? Iskolánk a Budapesti Zsidó Hitközség fenntartásában működik, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban nem tartozunk a klikhez, tehát egyházi fenntartásban vagyunk. Amit én erről az iskoláról kiemelkedőnek fontosnak tartok, azt mindenki érzi szerintem, ahogy belép az épületbe, hogy egy egészen különleges levegő járja át ezt az intézményt, és 400 tanulónk és 70 pedagógusunk, tanárunk, óraadók, illetve a technikai dolgozók alkotnak egy csodálatos közösséget. És amikor belép az ember, ugye én jártam ebben az iskolában többször is, valami különleges építészeti akusztikája is van. Olyan, mintha az ember egy zsinagógába lépne be, középen egy nagy tér, a gömbölyű építészeti formák jelennek meg, hatalmas Dávid csillag található az épületnek a belső homlokzatának a tetején, szóval az egész tényleg ez eleve iskolának épült, eleve zsidó intézménynek épült, és ezért van ez a hangulata. Iskolánk lassan 100 éves lesz, és ez alatt az évszázad alatt több épületben is működött. Az utolsó az a jelenlegi rabbi képzői épülete volt, ahol az Anna Frank gimnázium működött egészen 1998-ig. 98-ra készült el ez az épület, ami tulajdonképpen 7 emeletből áll, ebből 2 van a föld alatt, és 5 pedig a föld felszínén, illetve a fölött. És igen, iskolának épült, sőt, az akkor az Anna Frankban dolgozó igazgatónő és a kollégák véleményét is kérték ahhoz, hogy milyen megoldásokat szeretnének. Így lett például ez a fantasztikus aula, amiben egy szalagavaton 1200-an elférünk úgy, hogy a gyerekek ott a produkcióikat be tudják mutatni, illetve nagyon jól megoldható a hangosítás is. Én amellett, hogy a zsinagóga hangulata, a modern Izrael hangulatát is érzem benne. Így van. Ezek a világos kövek, a csodálatos ablakaink, amik mind a zsidó ünnepeket mutatják be, egy igazán szép környezetet teremtenek a gyerekek és az odalátogatók számára. Mi pontosan az évnyitón találkoztunk, és akkor beszéltük meg ennek a stúdió felvételnek a kontúrjait. Csodálatos volt az a tanévnyitó, és én úgy láttam, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek ebbe az iskolába járni. Mi ennek az iskolának a titka? Az csupán, hogy ott a zsidó szellemiségnek, a zsidó kultúrának kapják meg a megfelelő adagjait és dózisait, vagy azon kívül van még valami extra is? Azt gondolom, hogy az egyházi intézményekben az, hogy Bibliát tanítunk, most ugye persze divatos dolog erkölcstant tanítani. Majd erre is ki fogunk térni. Tehát az, hogy Bibliát tanítunk, az, hogy ezen keresztül tanítunk emberséget, tanítunk morált, azt én hiszem, hogy ez érződik a közösségen. A másik dolog, ami nálunk talán egy picit speciális, hogy ebben a közösségben nagyon sokan vagyunk olyanok, akik ismerjük egymást gyerekkorunktól kezdve. Tehát nekem kollégáim között is vannak olyanok, akiket gyerekkorom óta ismerek. A tanítványok szülei között is nagyon sokan, akikkel én együtt jártam az Anna Frankban, vagy én együtt jártam a zsinagógába. Tehát ez is azért ad egy bensőséges hangulatot. És úgy gondolom, hogy nyilván azért a zsidó vallásos élet is megjelenik oly mértékben, hogy például biztos vagyok benne, hogy bizonyos ünnepeken, bizonyos ünnepi magatartást
hangulatot alakítanak elő, vagy elmennek közösen egy zsinagógába, vagy egy rabbi fog eljönni az iskolába, nem az iskola megy a rabbihoz, hanem a rabbi jön az iskolához. Tehát így azt hiszem, hogy több oldalról van ennek, ennek az értéke kifejezve. Én judaisztika tanárként kezdtem el ebben az iskolában dolgozni, és ezért is kiemeltem, fontosnak tartom azt, hogy nem tudunk a zsidóságra, a zsidó vallásra úgy tekinteni, mint egy szép elméletre, amiről tanulunk. Ugye a legszigorúbb értelemben vett törvényvallás, javítson ki, tanár úr, ha tévedek, aminek meg kell tanulnunk a törvényeit, de meg kell élnünk a napjainkban. Meg kell élnünk azokat az előírásokat, azokat az eseményeket, amiket tanítunk, és így a gyerekekkel rendszeresen járunk zsinagógába, illetve az iskolában vallási vezetőnk is van, iskolarabbink is külön van, akik rendszeresen jönnek és foglalkoznak a gyerekekkel, valamint szervezünk olyan programokat, amik a vallási élet része, de nem a zsinagógában történnek, így például tavaly sütögettünk Lágbaumer alkalmából az iskola udvarán, amit nem kell mondanom, hogy egy népszerű programként éltek meg a diákjaim. De azért biztosítva van az iskola épülete tűz ellen. Igen. Igen. Na, én azt szeretném megkérdezni, mert én a nézőket is kell, hogy képviseljem. Mi nagyon jó, én is jártam többször a gimnáziumba, és igaz minden, ami elhangzott. Ha most valaki el nem tudja képzelni, hogy mitől zsidó ez a zsidó gimnázium, akkor most már kezdi sejteni. De a közismereti tárgyakat ugye épp úgy tanítják ebbe a gimnáziumba, mint ami. Na most mi az, ami plusz zsidóvá teszi ezt az egészet, mondjuk, mert matematika nincs zsidó matematika, meg keresztény matematika, és biológia sincsen ilyen vagy olyan. Átszövi... Lehet, hogy van vallás, keresztény vallás, meg zsidó vallás, de a tudományok területén nincs különbség. Sőt, még azt is tudom mondani, lehet, hogy most ezért megköveztek, hogy hát az Ószövetséget nézzük, nincs zsidó ószövetségi tudomány és keresztény ószövetségi tudomány, csak jó ószövetségtudomány van, meg rossz ószövetségtudomány van. Sőt, ha valaki új szövetséges, akkor is az Ószövetséget tudni kell, mert különben nem érti az új szövetséget. Vagy uram, bocsa, ha valaki muszlim, és nem tudja, hogy mi van a Tórában, akkor az nem jó muszlim, és idáig menne az egész, tehát három nagy világvallást említettem. Valóban úgy van, ahogy mondtad, hogy ez törvényvallás, de én ezt nagyon nehezen mondom ki magamban, hogy törvényvallás, mert az emberek azt gondolják, hogy itt szabad, nem szabadokról van szó. Ott a törvényben egyáltalán nem arról van szó, hogy szabad, nem szabad. A törvény az olyan, mint egy út, vagy mint egy kerítés, és attól függ, hogyha én belül vagyok a kerítésen, más jelent a kerítés, mint hogy kívül vagyok a kerítésen. Na most, ti ugye hogy segítitek be a gyerekeket a kerítésen belül, hogy megszeressék azt, hogy nem szabad ezt, meg nem szabad azt csinálni, hanem miért jó azt csinálni, amit kell? Én erről is azt gondolom, hogy a gyakorlat az, ami a legfontosabb ebben. Például a kósárság, ugye nagyon-nagyon szigorú előírásaink vannak, hogy milyen ételeket, milyen sorrendben, hogyan fogyaszthatunk. Talán a nézőknek elmondjuk, hogy kóser az, amit a rabbi kósernak minősít, és megfelelő jelzéssel látja el. Ez gyakorlatilag az állat levágásától fogva egy ilyen zárt láncolatot jelent, hogy mindenhol ellenőrizve van, hogy az megfelelő minőséggel legyen elkészítve, zárójel bezárva. Igen. Ami a mi iskolánkban úgy néz ki, hogy 40 első, másodikos gyerekünk beszabadul a tankonyhába, ahol egy judaisztika tanárnő segít nekik, és csodálatos dolgokat készítenek, amiket aztán felhoznak nekünk is megkóstolni. És a gyerekek imádják, és vágynak arra, hogy kóser szakácskönyvet készítsenek azokból az ételekből, amiket abban az évben készítettek együtt, hogy akkor legyen egy könyv, amiben haza tudjuk vinni, hogy mi micsoda dolgokat tudunk alkotni. Ugyanígy Tubisvát, ami a fák új éve, akkor a gyerekeink gyümölcsökből szobrokat készítenek, amit utána persze megeszünk. Ez általában februárban van. Igen, ezt is nagyon szeretik. Tehát azokat a dolgokat igyekszünk megragadni,
amik a gyerekek számára fontosak, amik mégis közelebb viszik őket a valláshoz, közelebb hozzák őket a közösséghez. És nagyon fontos az, hogy minden korosztálynak úgy próbáljuk ezt a tudást átadni, ahogyan az a korosztály képes ezt befogadni. Azért nem a sulhán áruknak a bemagolása a lényeg, hanem az, hogy élje azt, és utána mi megtudja, hogy hát azért éljük, mert ugye Káró valamikor a 16. század elején leírta ezt a sulhán árunkat. Nagyon érdekes, ahogy belép az ember ebbe az intézménybe, akkor azt látja, hogy a fiúkon rajta van a kippa, és az valamilyen különleges érzést jelent, és a fiúk büszkén hordják, és azt is tudom mondani, hogy fantasztikus tartásuk lesz, mert azért azt a kippát, azt a kis sapkaszerűséget meggörnyedve nem lehet, tehát egyfajta tartásuk, ami visszavetíti az egyéniségükre is, és az egyéniségükbe is egyfajta tartásuk, jó tartásuk lesz, mert a mai fiatal generációk azok úgy állnak, úgy ülnek, hogy itt viszont azért úgy látni, hogy van tartásuk ezeknek a kis nebulóknak, kívülről nézve. Azért mielőtt azt gondolnák a nézők, hogy csak csodadiákok járnak ebbe az iskolába, egyébként csak csodadiákok járnak, de azért kamaszkorban küzdünk mi a kipa viseléssel. Egy érettségizett tanítványommal évekkel az érettségi után találkoztam egy bevásárlóközpontban, és viccből ráripakodtam a szokásos módon, hogy kipa. Hol van? És azonnal nyúlt a zsebébe, tehát egy olyan reflex rögzült a hosszú évek alatt az iskolában, hogy még az érettségi után is kereste. De igen, viselik a kipát, illetve az öltözködéssel kapcsolatban vannak olyan szabályok, amikről én azt gondolom, hogy mindenki számára elfogadhatóak. Tehát ez nem is talán... Most elég nagy botrány volt a Kaposvári Egyetem környékén, de úgy látszik már azért szép lassan ott is lehiggadtak a kedélyek. Igen. Tehát azért nálunk nem egy szigorú dress code van, de azért azt elvárjuk, hogy tiszta, rendezett, kultúrált öltözékben járjanak a gyerekek iskolában. A Seiber Sándor iskola hogyan tartja a kapcsolatot az anyaországgal? Nyilván vannak különböző programok, foglalkozások, beszámolók, stb. De előfordul az, hogy kijutnak az osztályok szervezetten Izraelbe? Minden évben előfordul. Oh. Minden évben a 10. évfolyam, az az évfolyam, akinek lehetősége van 10 napra elmenni Izraelbe. Ebben a Szochnut segíti a munkánkat, és ők azok, akik ezt a két iskolából összesen 40 gyermeket eljuttatják Izraelbe, és ott 10 nap alatt, leszámítva a déli részt, tehát Berzsevától északra, az egész országot bejárják, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, és egy kiemelt program. Az iskolánkban működik nyelvi előkészítő évfolyam. A hetedikesek a 6. után ebben a nyelvi előkészítőben tanulnak, ahol 10 angol és 5 héber órájuk van. Ők például most kezdtek el levelezni egy Izraelben lévő északi iskolával, és a gyerekek barátságokat kötnek, már a Facebookon keresztül is tartják egymással a kapcsolatot. Hiába írnak magyarul, azok nem fogják érteni, csak héberül lehet. Héberül, illetve vagy angolul. Igen, és itt is reméljük azt, hogy egy cserediák programot el fogunk tudni ebben az évben indítani. Nagyszerű. Nyelv, amit itt előbb beszéltünk, milyen szintre érkeznek el a gimnázium végén? Tehát itt a középfokú angol és héber nyelvvizsga elméletileg megcélozható? Lényegesen több diákunk van, aki az angolban ér el sikereket. Ez azt gondolom, hogy nem elsősorban az iskola felelőssége, hanem a minket körülvevő világ, ugye az angol nyelv az, amivel a legsűrűbben találkozunk, héberrel pedig igen ritkán, ahhoz keresnünk kell. Azért el kell mondjam, hogy a magyar után a Héber a második legszebb nyelv a világon. Hát igen, mert ószövetséges vagy, csak azért mondod. Viszont gondold el, a komputeren mit kínlódsz, hogyha
a magyar szövegből be kell írni egy héber. Bizony, ha az ember levesz a Talmudról egy, és akkor ott bemásolom, és minden betű felcserélődik, igen. És ott vértizzad az igen. Ember, úgyhogy nem igen, könnyű. Igen, hát a hetedikeseink pontosan emiatt angolul leveleznek az izraeli igen. Gyerekekkel, és aztán majd a Skype segítségével reméljük, hogy héberül is fognak egymással beszélni. Tehát angolból a diákjaink 70-80%-ának van legalább középfokú, de sok esetben felsőfokú nyelvvizsgája, illetve a diákjainknak körülbelül a 15-20%-a az, aki héberből érettségit, vagy pedig nyelvvizsgát szerez. Ez természetesen a modern héber, bibliai hébert nem tanítunk. Igen. Hát a modern héberből azért ki lehet találni a bibliai hébert. Ha nagy, sőt, fordítva is igaz, a bibliai héberből is ki lehet találni a modern hébert, de nyilván a kettő között azért ott van 2000 esztendő, hát, vagy igen, 3000 igen. Esztendő. No, azért egyet hadd kérdezek, ami egy nagyon pikáns kérdés, hogy ennek az iskolának ugye csak olyan diákjai vannak, akik hitvalló zsidó családból származtak, vagy pedig vannak szekularizáltabbak, vagy vannak esetleg nem zsidó hallgatók. Keresztények, mondjuk ki. Keresztény hallgatók. Tehát mi, amikor egy diák jelentkezik az iskolába, mi nem firtatjuk azt, hogy ő milyen valláshoz, felekezethez tartozik, nincsen erről semmilyen kimutatásunk. Természetesen az iskola elsősorban a zsidó családok gyermekeiért van, tehát ők élveznek a felvételnél előnyt, ugyanakkor nincsen kikötés sem arra nézve, hogyha zsidó, akkor vallásosnak kell lennie, vagy sem, sem pedig ezen kívül arra nézve sincsen előírás, hogy mi csak zsidó gyerekeket vehetnénk föl. Én egyébként azt hiszem, és egyre biztosabban érzem, hogy a mai világban ez különlegesen fontos. A zsidó gyerekeknek meg kell tanulniuk együtt élni a nem zsidókkal, és a nem zsidó gyerekeknek pedig látniuk pontosan. Kell a gyakorlatban azt, hogy mit jelent a zsidóság, mit jelent zsidónak lenni. Én azt gondolom, most hogy jön a ez kemény iskola... kérdés. Antiszemitizmust érezni az iskola ellenében, tehát vannak megjegyzések a társadalom részéről, bármilyen részről, bújtatott vagy nem bújtatott. Hogy érzed? Nehéz ezt megítélni. Uh-huh. Tehát az ember nem tudja igazából, hogy vajon szándékosan történik-e mondjuk az, hogy a választásoknál a mi iskolánk elé lett elsőként kitéve egy szélső jobboldali pártnak a plakátja, úgyhogy egyébként közel távolban nem lehetett ilyen plakátot látni. Hogy egy véletlen csíny az, hogy betörik egy éjszaka az iskolának az ablakát, vagy pedig szándékosan tesz valaki ilyet. Én azt gondolom, hogy mi ott egy nagyon zárt kis világban élünk a gyerekekkel, és amennyire tőlünk telik mindenfajta negatív eseményt, igyekszünk a gyerekektől elzárni, ezzel még nekik nem kell foglalkozni. Világos. Mi pedig igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy ne úgy alakuljon a dolog, ahogyan az az ő számukra nem jó. Zárt és a nyitott az összeér egymással. Én azt hiszem, hogy ennek az iskolának a missziója, az igazi missziója az az, amit az előbb említettél, az együttélés. Én úgy gondolom, hogy most ilyen nagyon szlengesen hadd mondjam, az intelligencia, az attól függ, hogy én mennyire tudom a másságot tolerálni. A más ember másféle hitét, másféle gondolkodási módját, stb. Most erre nagyszerű terepán Magyarország, mert Magyarország egész kultúrája arra mutat, hogy itt mindig sokféle vallás ért egymás mellett, keresztény, nem keresztény, ugye hát a középkorban itt értek muszlim törzsek is, a magyar zsidóság, vagy a magyarországi zsidóság az előbb volt itt, mint a magyarok, azt is tudjuk, hogy magyarokkal is jöttek be zsidók, tudjuk azt, hogy ez hogy alakult az évszázadok során. Én úgy gondolom, hogy az antiszemitizmus, és ez egy nagyon fontos tanulság, az egyrészt információ hiányból adódik, vagy pedig hadd mondjak egy ószövetségi példát, hogyha valami nem megy a társadalomba, akkor kell egy Azázel bakját keresni, amire rátesszük a népbűnét.
és ez mindig a kisebbség tudott lenni. Az első keresztény üldözést hadd hozzam, a Néró féle üldözés az nem keresztény üldözés volt, hanem Néró felgyújtotta Rómát, és valaki bűnbakot kellett keresni. Igen. És ezért egy ilyen nevelési intézmény, egy iskola, egy 12 osztályos, sőt 13 osztályos, mert van egy... Azért, mert van ez a plusz nyelvi, ez a 7. és 8. között? 6. és 7. között. A nyelvi előkészítéssel együtt 13 éves iskola, az nagyon jó tréning mind a kettőre. Mert ugye a falat az két oldalról építik. Tehát a zsidók talán könnyebben megtanulnak a keresztények között élni. A keresztények, mivel többen vannak, nehezebben tanulnak meg a zsidók között élni. De a boldogság az attól függ, hogyha nincsen fal, hanem egymás tiszteletével szomszédok vagyunk. És hiszük, hogy az ilyen műsorok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a zsidóság a magyar kultúrának még inkább az integrált részévé tudjon válni, hiszen kereszténység zsidóság nélkül nem létezik. Ahogy Szigeti tanár úr említette, új szövetséget, ószövetségi ismeretek nélkül nem tudunk értelmezni, és tudomásul kell venni azt is, hogy az egész új szövetség a zsidó kultúrának a része, csak egy speciális része. De ugyan, ez is zsidó háttérből jön. Korán sem lehet érteni az ószövetséget. De menjünk még vissza egy pillanatra, még talán néhány percünk van, hogy volt-e olyan a közelmúltban, hogy valaki egy nem hitvalló zsidó családból érkezett, és az ottani tanulmányai idő alatt végül is integrálódott a zsidó vallásba. Tehát egy szekuláris abszolút háttérből érkezett, és aztán végül hitvalló zsidóként hagyta el az intézményt. Tudunk erre példát mondani, meg hát a kisebbeknél, ami nagyon helyes, ugye a törvényeink a halachá szerint az zsidó, akinek az édesanyja zsidó, és akkor a tanító... Legalább az édesanyja. Igen. És akkor a tanítónéni kérdezte valahogyan, hogy ki zsidó, vagy erről ki mit tud, hogy ez hogyan néz ki, és akkor a kisfiú azt mondta, hogy én nem vagyok zsidó, csak a nagymamám. Uh-huh. És igen, és hogy a nagymamád az édesanyádnak az anyukája? Igen. Hát akkor az a hírünk vagy. Van, hogy te magad is zsidó vagy. Szöget ütött a kisfiú fejébe, egyébként ő már azóta leérettségizett, és Bécsben szintén zsidó iskolában tanul tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy számtalan zsinagógába elmegyünk. Tehát egy osztály is több zsinagógát lát, meg tudja találni azt a helyet, azt a közösséget, ahol ő az iskolai élete után is jól tudja magát érezni a közösség tagjaként. Én azt hiszem, hogy nekünk itt ez a fontos feladatunk, hogy megmutassuk azt a színes palettát, amit itt Budapesten a zsidóság jelent, és utána a diákjaink, és sok esetben a diákoknak a szülei, a gyerekeik miatt is megtalálják a maguk közösségét. Nagyon méltatlan lenne, ha Sejber Sándort most nem méltatnánk, akiről az iskola a nevét kapja, és el kell mondjuk Szigeti tanár úrral együtt, hogy mind a ketten személyesen is ismertük, és talán azt mondhatnám, hogy egy fantasztikus, intelligens, egy hihetetlen képzett, és egy nagyon-nagyon elkötelezett, mély-mély elkötelezettséggel rendelkező egyént ismertünk meg benne, és nagyon-nagyon szép nevet választott az iskola magának. Most volt ugye a Sejber Sándor születésének századik éve, és a Magyar Tudományos Akadémián volt erről egy megemlékezés, és én magam is részt vettem ezen az ünnepségen. Ezen a mi pedig összeállítottunk egy emlékkötetet, amiben tanáraink és diákjaink is dolgoztak, és egyre népszerűbb, nagyon sok e-mailt kapok, hogy küldjek belőle, különösen az egyetemek kérik, úgyhogy ebből mindent meg lehet tudni a mi névadónk életéről. Úgy gondolom, hogy nagyon sok áldást kívánunk az iskola és az ott tanító és az ott tanuló diákok életére. Köszönjük. Jó volt beszélgetni, köszönjük a jelenlétet. Shalom, lehitraot. Lehitraot. És elköszönünk a kedves nézőktől. Isten áldja önöket, viszont látásra, viszont hallásra.